ezért van, mert a fiú háthagy nagy otthonát, eljött közöttük át. Minden, amit teszünk, ezért van, mert a fiú a mennyből alá szállt, vállalta a halált. Értem, tedd ezt, igen, értem, szenvedem. A megveszítettben. Minden, amit teszünk, ezért van, mert a halál sem tarthatta fogva őt, Jézust a megmentő. Ért és hirdeti életével Golgota a keresztjének dicsőségét, a Teremtő kegyelmét. Értem, tedd ezt, igen, értem, szenvedek. Minden bűnöm, minden szégyenem, minden betegségem ott van, bent a kereszten. Tört arcom, varázsztáimon keresek remény. A múltam és jövő, terhét csak rátetem. Köszönöm a vért. Minden bűn, minden szégyen, minden betegségem ott van, fent a kereszten, Jézus saját vérén váltott meg. Minden reménységem ott van, fent a kereszten, a megfeszítettben. Minden bűnöm, minden szégyenem, a szégyenem, szégyem ott van, fent a kereszten, Jézus saját vérén váltott meg. Minden reménységem ott van, fent a kereszten, a megfeszítettben. Reménységünk, életes élet.
kerültem, jelen létette. Nem volt remény, hogy elérjenek. Kétségbe esve kerestem arcot, segítségül hívtam nevet. Szerelmed áttört a sötétségen, megérintetted a lelkemet. Ott a kereszten meghaltál értem, így minden elvégeztetett. Felfoghatatlan, szerelmes Isten, ki értené meg szándékaimat, dicsőségéről lemondott értem, magára véved bűneim. Meg lett, hogy áldva az összes védkem, saját fiának hív engem. Csodás megváltó, mit is mondhatnék, az a reggel, összetört teste, a sírmúj népből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, hogy az élet győz a halál felett. Eljött az a reggel, eljött az a reggel, összetört teste, a sírméből életre kelt. Az első lélegzet már azt hirdette, hogy az élet ősz a halál felett. Jézus győzött a halál felett. Oh, hallelujah, praise the one, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost his grip on me.
dicsérem az egyetlent. Halleluja, mindenért, mit értem tett, semmi nem tart fogva már. Elszakítva minden lánc, Jézusban van a győzelme. Csak Jézusban van a győzelme. Csak Jézusban van nekünk győzelmünk. Ha ezt elhiszed, nyert ügyed van. Te mondtad véredről, nem felejtem el, hogy te miért szeretsz. Megemlékezem összetört testedről, nem felejtem el, hogy miért adtál meg. Áldalok, Uram, nem ottott véredről, nem felejtem el, hogy miért szeretsz. Megemlékezem összetört testedről, nem felejtem el, hogy miért haltál meg. Áldalok, Uram, áldalok,
én nem felejtem el, hogy nem felejtem el, hogy értem haltál meg a kereszten. Hogy értem haltál meg a kereszten. Hálásak vagyunk neked, Istenünk. Lord, we are so grateful to you. Mert te voltál az, aki eljöttél értünk. Because you were the one who came for us. Nem tudunk mit tenni azért, hogy mi valahogy belepasszírozzuk magunkat a mennybe. And there's nothing we could do to get ourselves into heaven. Viszont te voltál az, aki eljöttél értünk. But you were the one who came for us. És ezért hálásak vagyunk neked. And we are so thankful for you for that. Ezért vagyunk most is itt. And that's why we are here tonight. Bármi is legyen a környezetben. Whatever our environments or situations bármi are like, történjek is, whatever is going on around, téged áldunk, we are praising you. És nem akarjuk elfelejteni, hogy mi az, amit te tettél. And we never want to forget what you have accomplished. Mert ez a legfontosabb most is. Because that's the most important thing mindennél right now. Mindennél fontosabb. It's more important than anything else. Hálásak vagyunk neked. And we are just so thankful. Jézus Krisztus drága nevében. In the precious name of Jesus. Sziasztok! Hi everyone! Boldog nagy pénteket, bár ez biztos elég hülyén hangzik. It sounds a bit silly, but happy Good Friday to you. De mindig öröm itt állni, és mindig öröm elképzelni, hogy ti meg ott vagytok a túloldalom. It's always a joy for me to be standing here, and also a joy to imagine you sitting on the other side of the screen. Ugye ez a péntek este, meg a nagy pénteki alkalom, ez egy különleges alkalomnak számít. This Friday evening and Good Friday is a special celebration. És persze tök egyértelmű, hogy miről lesz ma szó. And of course, we all know what we're going to be talking about tonight. De bevallom, én mégis sokat tipróttam. But at the same time, I have to admit that it took me quite a while to figure out what to say. Hogy miről beszéljek. Just what to talk about tonight. És az én Emma lányom. And then my daughter Emma. Vagy három napja adott egy nagyon jó tanácsot. She gave me some really good advice about 3 days ago. És mondta, hogy, aj, apa, mondj valamit a keresztre feszítésről. And she just said, oh well, Dad, just say something about the crucifixion. És mondtam, hogy jó, hát ezt én is tudom. And then I was like, oh well, I knew that much. De mit? Erről olyan sok mindent lehet mondani. But there's so much that I could say about it. So what exactly should I say? És akkor megosztom veletek az okosságot. And then I'll, let me just share you what she told me. Azt mondta, hogy keresd valamit az interneten, aztán megváltoztatsz benne három szót, és akkor már mondhatod, hogy te találtad ki. She told me to just find something online, change like 3 words in it, and then you can say, you can claim that it's as yours. Azt mondta, a gimisek mind így csinálják. Because that's what high schoolers do. Ő még csak hetedikes, de kezdek aggódni. She's only in primary 7, but I think I've got to worry about her already. De aztán nagyjából rátaláltam. But then finally, I sort of found out what to say. És ez egy szomorú történet, ami most jön. And it is a sad story ahead of us. Eléggé passzol a mostani világunkhoz, ami körülvesz minket. But it's fitting in to the world of today. Amikor úgy minden elromlott körülöttünk. When everything has sort of been destroyed around us. És azon a bizonyos nagy pénteken, amikor Jézus meghalt, akkor nagyon sokan éreztek így, hogy na most minden elromlott. And on that specific Good Friday when Jesus was crucified, a lot of people felt like everything around them was crumbling. Pedig előtte már kezdett minden olyan jónak tűnni. Even though just before, life started to feel good. Azok az emberek, akik Jézust követték, úgy látták, hogy azért ez úgy épül, erősödik. The people who were following Jesus, they could see the movement strengthening and getting bigger. És hát ugye mi világunk is úgy egész jó felement már. And you know, it was the same in our life before, in our world. Úgy egy csomó dolog rendben volt. Things were going well. És akkor jött ez a hülye vírus, és mindent elrontott. And then this silly virus came, and it just destroyed everything. És emberek megbetegszenek, és meghalnak körülöttünk. People are all falling ill or dying around us. Óriási a bizonytalanság mindenben. There's huge uncertainty around us. A vezetőink marakodnak egymással. Our political leaders are all at each other's throats. Mindenki be van zárva. Everybody's locked up inside.
És lassan megőrülünk. And we're all slowly going crazy. Én legalábbis így érzem. That's a, as for me like that. És a Biblia is tele van ilyen jó kis sötét sztorikkal, amik passzolnak ide. And actually the Bible is full of dark stories like this that fit into this timeline. És igazából talán a leghíresebb ilyen történet az az, amikor Jézust megfeszítették. And probably one of these most famous ones about these is the one where Jesus is crucified. És ez egy elég jól dokumentált történet, 4 evangéliumban is le van írva, úgyhogy utána nézhettek, hogy jól mondom-e. This is a very well documented story. There are 4 gospel accounts of this same story, so you can look it up yourself if you want. Ugye Jézusról azt olvassuk, hogy ő Isten fia volt, és emberként lejött a földre, és rengeteg jót tett. So what we read of Jesus is that he is the Son of God, and he came to earth as a human being, and he did a lot of good things around himself. Kedves volt az emberekkel, betegeket gyógyított meg. He was kind to people, and he healed the sick. Állítólag halottakat támasztott fel. Apparently he even raised the dead. És jót akart mindenkinek. And he just wanted good for everyone. És erre elárulták. And then he was betrayed. Az egyik legközelebb barátja, tanítványa, Júdás. He was betrayed by one of his closest and friends and disciples, Judas. És a Biblia azt írja, hogy a sátán ment bele Júdásba. And the Bible actually says that it was Satan himself who entered into Judas. És ő aztán így eladta Jézust az ellenségeinek 30 ezüst pénzért. And then as a result of that, Judas sold out Jesus for 30 silver coins. És úgy így elfogták Jézust, megkínozták, és keresztre feszítették, és meghalt nagypénteken. And then as a result of that, Jesus was captured, he was tortured, and then he was crucified on Good Friday. Ezt ünnepeljük ma. And that's what we celebrate today. És mivel Jézus tényleg a mennyből jött, és isteni hatalma volt, ezért sikerült feltámadni a 3 nappal később. And because Jesus did actually come from heaven, and he had godly powers, or the same amount of power as God did, he was resurrected 3 days later. És ugye így nem maradt halott, de ezután már el kellett mennie. So he didn't stay dead, but then he had to leave. És amit elkezdett, a terve, hogy elfoglalja azt a helyet, ami neki jár, azt ugye nem sikerült befejezni. And then what he had started off, his plan to to conquer or to take his rightful place, it didn't happen. És ha így nézzük, akkor igazából győzött a sátán. And then if we look at it from this perspective, we can see that Satan is victorious. És ez egy elég borzasztó történet. So that's an awful story. És tényleg vannak benne csodák, meg feltámadás, meg félisten, gyermek, akármi. And yes, there are in this story there are miracles and there are there's resurrection and there's a human God, there's a lot of great things. Olyan, mint egy ilyen ókorban játszódó rossz Marvel szuperhősös történet. It's like a really bad superhero Marvel story set in the ancient times. És pontosan annyira lehangoló, mint manapság a világ körülöttünk. And this story is just as depressing as the world around us today. És hála Istennek ebből egy szó nem igaz, amit elmondtam. But thanks be to God that none of this is true what I've just said. Mielőtt kiátkoznátok innen. Just before you condemn me for saying that. De hát azt mondtam, hogy ez a Bibliában van is, és 4 evangélista is leírja. És ez így van. But then I said, well, this account is written down in 4 different gospels in the Bible, and that's true. És én pont azokat a dolgokat mondtam el, amik valóban megtörténtek. And everything that I have said did actually take place. És csak annyira ferdítettem el a dolgokat, amennyire hajlamosak vagyunk mi is elferdíteni a dolgokat magunk körül a saját életünkben. And I only twisted the stories as much as we tend to twist the story or our circumstances around us. És szeretjük a saját nézőpontunk szerint látni a világot. We tend to like to view the world around us according to our own viewpoint. És szeretjük értelmezni a dolgokat, amik körülöttünk vannak. And we like to understand the things around us. Szeretjük eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz nekünk. We like to determine what's good or what's bad for us. És van véleményünk a világról magunk körül. And we have an opinion about everything in the world around us. És hogyha ugye a világ ha körülöttünk van, akkor mi vagyunk a világ közepe. And if the world is around us, then we are at the center of it. És ez nagyon nem jó. And that's really not good. Mert mindent
a saját gondolkodásodon keresztül értelmezel. Because that means that you will understand or view everything according to your own mind. Rossz az, ami nekem rossz. Whatever is bad for me is bad. Jó az, ami nekem jó. Whatever is good for me is good. De a világ nem így működik. But the world doesn't work like that. Hát ezt most éppen tapasztaljuk. And we see that happening right now. És Jézus sem így működött. And Jesus didn't work like that either. És remélem, hogy sikerül felnyitni a szemeteket arra. And I hope I'll be able to open your eyes. Hogyha a világtörténelem egyik legfontosabb eseményét, legdicsőségesebb eseményét ennyire rosszul le tudom írni. I hope I'll be able to open your eyes to the fact that if I'm able to twist this most important story in world history, the most victorious win in history. És ennyire sötéten és pessimistán tudom nektek elmesélni. And if I'm able to paint it to you in such a dark way, in a pessimistic way. Azáltal, hogy az én saját nézőpontom által értelmezem. Just by giving it my own twist from my own thoughts. Akkor talán arra is van valami esély, hogy mások is, talán ti is értelmezhetnétek másképpen a világot magatok körül. Then hopefully you'll be able to see as well that you yourself should be able to see the world around you in a different light. Hogy talán bár úgy érzed, de mégse vagy reménytelen eset. Then maybe you might feel like it, but actually you're not a hopeless case. Talán nem érzed, vagy nem látod, de talán számodra is van kiút. Maybe you don't feel like it, or you don't see it, but you do have a way out. És létezik egy másik élet. And there is a different life for you. Hogy téged is van lehetőség szeretni, és elfogadni úgy, ahogy vagy. That you are able to be loved and accepted just the way you are. És Jézusnak valóban volt egy terve ezen a földön, ezért jött. And Jesus did have a plan on this earth, and that's why he came here. Ó, oké, de hát nem sikerült, mert meghalt. Oh, okay. Well, you know, he died, so he didn't accomplish his plan. Ez volt a terv. Well, that was his plan. Milyen terv az, hogy meghaljon a végén? Well, what kind of a plan is it if he dies at the end? A filmekben se jó, amikor meghal a főhős a végén. Even in films, if the main character dies, that's not really good. De higgyétek el, hogy nem igaz az, hogy a sátán bármilyen szinten megakadályozta volna Jézust abban, hogy végre vigye a tervét. But you have to understand that Satan never prevented Jesus from carrying out his plan. Az meg főleg nem igaz, hogy a sátán legyőzte volna Jézust. And it's not true that Satan would have defeated Jesus. Vagy hogy Júdás bármibe is bekavart volna az árulásával. Or that Judas would have mixed things up for Jesus and his plan by betraying him. Pontosan az történt, amiért Jézus a földre jött, és pontosan úgy, ahogy ő azt eltervezte. Everything that happened took place exactly how Jesus planned it and exactly the way he came, why he had come for. De hát meghalt, megfeszítették az ellenségei. But then he ended up dying and his enemies crucified him. És erről szól a nagypéntek, pont ez a lényeg, hogy meghalt. And that's exactly what Good Friday is about, the fact that he died. Az a kérdés, hogy elhiszed-e, hogy nem Júdás miatt halt meg. The question is whether you believe that Jesus didn't die because of Judas. Nem a gonosz rómaiak meg a felhergelt zsidók miatt halt meg. He didn't die because of the evil Roman Empire or the angry mob of the Jews. Még csak nem is a sátán okozta az ő halálát. And it wasn't even Satan who caused his death. Hanem miattad halt meg. He died because of you. Érted. And for you. Meg értem. And for me. Ezt most ízlelgessétek. Just try to digest that. Elhiszitek ti ezt? Do you believe this? Nagyon sokan nem. Tudom, hogy nem. A lot of people, I know a lot of people don't believe this. Vagy még nem. Or not yet, anyway. És ezt nem könnyű elfogadni. This is something hard to accept. Főleg azt nem, hogy azt a jogot, ami a miénk, hogy megvívjuk a saját harcainkat. Especially the fact that we have this right, or we think we have this right to fight our own battles. Hogy mi akarjuk rendbehozni a saját életünket. That we want to fix our own lives. Ezt a jogot, ezt nem olyan könnyű elengedni. And it's not really easy to let go of this right. Hát engem csak ne váltson meg senki. And we might say, oh well, I don't want anybody saving me. Ezt nekem kell megoldanom, ez az én életem. This is my life, so I have to fix it.
Az, hogy segítségre szorulunk, hogy megmentésre van szükségünk, az nem jó érzés. The fact that we need salvation and we need saving is not really a good feeling. Mert mi akarunk a saját életünknek a kormányosai lenni. Because we want to be in control of our own lives. Mi akarunk irányítani, ez teljesen normális. It's normal to feel like we want to be behind the steering wheel. Még úgy is, hogy azért sokszor nem vagyunk túl sikeresek a saját életünk rendbetételében, nem? Even though we are not really successful at fixing our own lives, right? Mi emberek azért, hát, eléggé limitáltak vagyunk. Because as human beings, we are quite limited. Tudásunkban, in our knowledge, a dolgokra való rálátásunkban, in our insight, az erőnkben, in our strength, igyekszünk, de végesek a lehetőségeink. We try our hardest, but we are still limited. És erőlködünk. And we are striving. És nagyon sokszor, túl sokszor hiába. And for the most part, we are striving for no reason. De azt a világért nem akarjuk elfogadni, hogy lehet, hogy kevesek vagyunk. But we would never admit that we are not enough. Hogy megmentésre volna szükségünk. That we do need saving. Megváltásra. And we do need redeeming. Bűnbocsánatra. And the forgiveness of our sins. Oh, ez még rosszul is hangzik. That even sounds bad. És igazából sokkal jobban szeretjük azt a narratívát, hogy hát áldozatok vagyunk. And we actually prefer the alternative narrative that we are victims in the story. Mi mindent megpróbáltunk. We've tried everything. De a világ összeesküdött ellenünk. But the world has conspired against us. És hősiesen küzdöttünk. And we put up a heroic battle. Erőnk felül teljesítettünk. We went above and beyond our strength. De egész egyszerűen nem nyerhetünk meg mindent. But simply we just cannot win all the time. Ilyen az élet. That's life. Ez narcizmus. This is narcissism. Önimádat. And self-indulgence. Én központúság. And self-centeredness. Büszkeség. And pride. És ez nem olyan jó. And this is not great. És van a Bibliában egy másik történet is. There is another story in the Bible. Az egy nagyon sikeres és tehetséges fiatalemberről szól. And this is about a very successful and very talented young man. Aki mert nagyot álmodni. Who dared to dream big. És mert szembeszállni az ódivatú hagyományokkal. And he dared to go against the old-fashioned traditional habits. És kilépett és elindult szerencsét próbálni. And he stepped out of these customs and he tried his luck in the world. És volt pénze és nagyon ígéretes munkába fogott, mai szóval befektetett. And he had loads of money and he started this successful business. He invested his money. Vagy mondhatnánk, hogy startup vállalkozásba kezdett. And we could say that, you know, he put his money in a startup. De hát ahogy ez lenni szokott, minden összeesküdött ellene. But just as it usually is, again, everything conspired against them. Voltak rossz akarói, irigyei, ellenségei, kinek nincsenek. He had his enemies and his people wishing him evil and people jealous of him. És végül legyűrték, sajnos. And of course, sadly, at the end he was defeated. És teljesen elszegényedett, de nem adta föl. And he went completely broke, but still he didn't give up. Nem tört meg, elvállalt még méltatlan munkákat is. He didn't break down, instead he took up jobs that were beneath him. Mert egy hős. Because he's the hero. Elment disznópásztornak. He went to become a pig herder. De végül elfogyott az ereje, hát ő is csak ember. But you know, he's only human and his strength ran out at the end. És kénytelen volt hazamennie oda, ahonnan elindult. And finally he had to go home where he had started off from. És milyen kár, nem? And that's such a shame, isn't it? Borzalmas ez a történet. This story is awful. De mégis szeretjük így elmesélni ezeket a történeteket magunknak. But stories like this, we tend to like or prefer to tell these stories to ourselves like Szeretnénk this. Így láttatni magunkat kifelé. We want the world to see us like this. A nagy küzdő, egyedül a világ ellen. The great warrior alone against the whole world. Aki mindent megpróbál és sosem adja föl. The one who tries everything and never gives up. Aki erős, de hát csak ember. The one who's strong but still just made of human. Egy mártír. He's a martyr. És igen, akit néha legyűrnek. And yes, sometimes he is defeated. És nem fáradunk el a saját énképünk fényesítgetésében. But don't we ever get tired of polishing our own halos? A saját szobrunknak az építgetésében. Or getting tired of building our own statues.
Az előző sztori, bár szóról szóra így történt, mégis kicsit más megvilágításban szerepel a Bibliában. This account of the story is did take place word for word like that, but just from a different perspective in the Bible. És nem a hősies küzdelemről szól, hanem a megtöretésről. And it's not about this heroic battle against the world, but being humble. És nem egy hősről szól, hanem egy szolgáról. And it's not about a hero, but about a slave. És nem a büszkeséget dicsőíti, hanem az alázatot. And it's not glorifying pride, but instead humility. A főszereplője a tékozló fiú. And the main character of that story is the prodigal son. Aki nem volt olyan nagy hős, mint amilyennek hitte magát. Who wasn't as big a hero as he considered himself to be. Nem volt olyan okos, mint amilyennyire szeretett volna lenni. He wasn't as clever as he would have liked to be. Maximum önfejű. He was full of himself. És nem a világ esküdött össze ellene, hanem leginkább magát tette tönkre. And it wasn't the world conspiring against him. Instead, it was he himself who destroyed his life. És amikor padlóra került, and when he hit rock bottom, és mindene elment, and he had lost everything, akkor hozta meg az első jó döntését. Then he made the first right decision. Mert végre feladta. Because finally he gave up. És nem küzdött tovább. And he didn't fight anymore. De hát az rossz, nem? But that's bad, isn't it? Feladni, megalázkodni, elgyengülni az rossz. To give up, to humiliate yourself and to give in, to surrender, that's a bad thing. Egyáltalán nem rossz. But it isn't. Erről szól a nagypénteknek az üzenete. And that's exactly what Good Friday is about. Bár csak ne harcolnál tovább. If only you would stop fighting it. Hogy ne akarnál hős lenni. If only you wouldn't want to be a hero anymore. Hogy ne akarnál erős lenni, hogy felfognád, hogy nem is kell erősnek lenned. If only you wouldn't want to be strong anymore, understanding you don't need to be strong. Hanem hagynád, hogy az Isten harcoljon helyetted, aki az egész világ mindenséget megteremtette. If only you allowed the creator of the universe, God himself, to fight your own battles. Ha elfogytál, ha elfáradtál, ha csalódtál saját magadban. If you are completely spent, if you're exhausted, and if you are disappointed in yourself. Ha azt érzed, ha végre azt érzed, hogy nem megy tovább egyedül. If you feel like, if you finally feel like you cannot do it by yourself anymore. Akkor végre haza kell menni. Then finally, that's the time to go home. Oda, ahol várnak. To the place where you're welcome. Ahol szeretnek. Where you are loved. A tékozló fiú az egész hazafele vezető úton gondolom fogalmazta, hogy na, hogy fogja ezt a sztorit eladni otthon. I imagine the prodigal son as he was going home on his way home trying to figure out the words that he would use to tell his story. Hogy mi, hogy nem jött össze, hogy ő hogy próbálta meg és hogy küzdött. To tell him how, you know, everything just was against him and nothing was working out for him and how he put up a fight. De nem tudta elmondani. But he couldn't tell the story. Mert az apja elé futott és megölelte. Because his father ran out to see him and hugged him. És megcsókolta. And kissed him. És új ruhát adott rá. And gave him new clothes. És gyűrűt húzott az ujjára. And put a ring on his finger. És nem érdekelte, hogy mire költötte a pénzét. And he didn't care what he had spent the money on. Nem érdekelte, hogy milyen rossz döntéseket hozott. He didn't care all the bad decisions about all the bad decisions he had made. Hogy hol volt eddig. Or where he had been. Hogy néz ki? Or what he looks like. Nem dorgálta. He didn't rebuke him. Nem mondta, hogy ugye, hogy megmondtam. He didn't say, didn't I tell you so? Nem alázta meg. He didn't humiliate him. Megölelte. Instead he hugged him. Megcsókolta, felöltöztette. He kissed him and clothed him. Mert örült, hogy visszatért. Because he was joyful that finally he came home. Hogy a fia hazajött. That his son came home. Jézus, aki tényleg Isten fia volt. Jesus, who was actually the Son of God, azért halt meg a kereszten önként, hogy nekünk életünk legyen. Died willingly on the cross so that we might have life. Azért vette magára a világ bűneit, hogy nekünk már ne kelljen elszámolni velük. He took the sins of the whole world on himself so that we wouldn't have to pay the ransom for them. De ezzel ő nem legyőzetett, hanem ezzel aratott győzelmet. But by doing this, he wasn't defeated, he was victorious in this. Jézus legyőzte a bűnt. Jesus defeated sin. És megtörte a sátánnak a hatalmát. And he broke the grip of Satan. Hogy azok, akik hisznek ő benne és elfogadják ezt a váltsághalált. So that those who believe in him and accept this death for ransom. Azoknak ne kelljen ezentúl a saját bűneik miatt meghalniuk.
that those people wouldn't have to die for their own sins anymore. És lehet, hogy ez most egy kicsit elvontnak hangzik hirtelen, Isten, meg Sátán, meg bűn, meg váltsághalál. And maybe this all sounds a little bit abstract and out there for you right now about God and sin and ransom and resurrection. Tudjátok, régen teljesen bevett szokás volt, hogy az emberek a saját bűneik miatt állatokat áldoztak föl. You know, in the past it was completely natural or it was the custom that they would sacrifice animals. Áldoztak az Istennek, hogy kiengeszteljék. They sacrificed animals to redeem themselves from God. Ma az a bevett szokás, hogy elhitetjük mindenkivel, magunkkal is, hogy nekünk nincsenek bűneink. But nowadays the custom is that we make ourselves believe and everyone around us that we don't have any sin. És nincs szükségünk áldozatra, és nincs szükségünk megváltásra. And that we don't need any sacrifice or salvation. Mert nincs is Isten. Because God is not real. Ezért nekünk nincsenek is bűneink. And therefore, we don't have any sins either. Pedig van Isten. But God is real. És vannak bűneink. And our sins are also real. És azok elválasztanak tőle. And your sins separate you from God. És Isten nem akarja, hogy el legyünk tőle választva. But God doesn't want this separation. És nem akarja, hogy a nagyon is létező bűneid tönkre tegyenek téged. And he doesn't want your very real sins to destroy your life. Mert szeret. Because he loves you. Nem lenéz, nem lesajnál. He doesn't look down on you or pity you. Nem megvet és nem undorodik tőled. He doesn't rebuke you or turn his nose up at you. Hanem szeret. He loves you. És nem akarja, hogy a bűneid elválasszanak tőle. And he doesn't want your sins separating you from him. De erre nem azt találta ki, hogy akkor legyél nagyon jó, hogy ne választódjatok el. But he didn't imagine it so it would be good that you wouldn't be separated. Hanem azt találtak, hogy Jézus meghal érted, hogy ne legyél Istentől elválasztva. Instead, the plan that he had come up with is for Jesus to die for your sake so that you wouldn't be separated from God anymore. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének az 5. részének a 8. versét hagy olvassam fel nektek. Let me read Paul's letter to the Romans in chapter 5 verse 8. Hogy értsétek, hogy milyen ez a szeretet. Just so you understand this kind of love. Isten azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, akkor, amikor még bűneinkben éltünk. But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Értitek, hogy ez mit jelent? Do you understand what this means? A tékozló fiú atya odafutott a fiú elé, és megölelte, mielőtt az egy szót is mondhatott volna, mielőtt bocsánatot kérhetett volna. The father of the prodigal son ran out to see his son and hugged him and embraced him even before he could get a word in. Az apja már akkor várta vissza, amikor az javában költötte a vagyonát. His father was longing to have him back home, even when the son was out spending all his money. Már akkor visszavárta, amikor a fiú azt hitte, hogy ő a legokosabb és a legerősebb fiú a világon. He was longing to have him home when the son was still thinking that he's on top of the world. És hogy soha nem megy haza, mert neki erre nincs szüksége. And that he would never return home because he doesn't need that. És az apja nem várta meg, hogy bocsánatot kérjen, nem várta meg, hogy magyarázkodjon, meglátta, eléfutott és megölelte, mert szerette. And the father didn't wait for him to apologize or to explain his story. He ran out to see him because he loved him. És Isten vár rád. And God is waiting for you. Azóta, hogy megszülettél. Since the moment you were born. Lehet, hogy te nem is gondolsz rá. And maybe you don't even consider him. Lehet, hogy gondolsz rá, de utálod. Or maybe you do think of him, but you hate him. És nem érdekel. And you don't care about him. És mindent megteszel, amitől valószínűleg ő borzasztóan ideges lenne. And you probably do everything to make him upset. Még az is lehet, hogy még büszke is vagy rá. And maybe you're even proud of these things. És Isten vár rád. But God is still waiting for you. Így, ahogy vagy. Just the way you are. És szeret. And he loves you. És azóta vár rád tényleg, hogy megszülettél. And really, he has been waiting for you since the moment you were born. Sőt, Jézus már akkor meghalt érted a kereszten, mikor még meg sem születtél. And actually, Christ died for you on the cross even before you were born. Nincsenek és soha nem is voltak feltételek. There are no conditions on this. A megváltásnak nincsen ára. There's no price on this salvation. Azt nem tudod és nem is tudnád kiérdemelni. There's no way for you to deserve this. Csak el kell fogadnod. You just have to accept it. A tékozló fiúnak nem kellett
jóvá tennie, amit elrontott az előző években. The prodigal son didn't have to make up for what his all his mistakes in his past life. Nem kellett visszafizetnie a pénzt. He didn't have to pay the money back. Nem kellett vezekelnie. He didn't have to atone for it. Csak nem kellett kibontakozni az apja öleléséből. He just had to remain in the embrace of his father. Csak hagynia kellett, hogy ráadják az új palástot, meg a gyűrűt. He just had to let them dress him in new clothes and put a ring on his finger. A tékozló fiú apja nem várta, hogy a fia megérkezzen, hanem rohant elé. The father of the prodigal son wasn't just waiting idly for his son to come home, he ran out to meet him. És képzeld, Isten is rohan eléd. And you know God is running out to meet you. Ma este. Tonight. És széttárja a karját és meg akar ölelni. And he just puts out his arms and he wants to embrace you. És ki se tudnád nyitni a szádat, hogy elmondd, hogy de mi mindent rontottál te el. And he wouldn't even give you a second to open your mouth to tell you to tell him all the stories or all the ways that you have messed up. Új ruhát akar rád húzni. He wants to give you new clothes. Új életet akar neked adni. He wants to give you a new life. És azt akarja mondani, hogy gyermekem, örülök, hogy hazajöttél. He wants to tell you, my child, I'm just so glad that you're home. Már annyira vártalak. I've been waiting for you. Ma van a napja, hogy elindulj hazafelé. Today is that day that you should go home. És az atya vár. Because the father is waiting for you. Elkészített egy utat. The path is set out for you. És csak azt kéri, hogy tedd meg az első lépést, aztán én rohanok. And all he's asking of you is to take that first step, and then he's out there running before you. És lehet, hogy ez felzaklat. Maybe this upsets you. Lehet, hogy vonz, de megijeszt. Maybe it's enticing, but also kind of scary. Mert annyira lehetetlennek tűnik. Because it seems so impossible. Annyi mindent rendbe kéne még tenned. You should be fixing so many things in your life first. Annyi mindent jóvá kellene tenni. You have to make right in so many different ways. Mert én annyi rosszat tettem. Because I've done so many bad things. Így nem mehetek oda. I cannot go before him like this. Jó lenne, de nem lehet. It would be great, but I can't. Jézusnak, tudjátok, mi volt az utolsó szava a kereszten? You know what Jesus's final word was on the cross? Azt mondta, hogy elvégeztetett. He said, it is finished. Vége van. It's over. Gyertek, Andris. Minden, amit elrontottál, amit rendbe kéne tenni, az el van intézve. Everything that you have messed up in your life and you feel like you need to fix is already finished. Olyan sok dolgot már nem is tudnál rendbe tenni, azok is el vannak intézve. And you feel like, oh, I can't fix everything in my life, but everything is done, it's finished. Figyelj, meg van bocsátva. Everything is forgiven. De hát én még meg se gyóntam, meg van bocsátva. But I haven't even confessed, but it is already finished. Mert Isten ennyire vár téged. Because that's how much God is waiting for you. De hát ez nem lehet. But it's impossible. Én annyi minden rosszat tettem az elmúlt 1, 10, 30, 50 évben. I have committed so many wrongs in the past 10, 20, 30 years of my life. Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. But Jesus says, it is finished. El tudod ezt hinni? Can you believe this? Elmered ezt hinni? Do you dare to believe it? Szeretnéd, hogy ez igaz legyen? Do you want this to be true? De érzem, hogy visszahúznak a bűneim. But I feel like my sins are holding me back. És most, ahogy végig gondolom, most még nehezebbek. And just as I consider them right now, they even feel heavier right now. És sírni tudnék tőlük. And they just want to make me cry. Az emlékek, a bűntudat, a szégyen. My memories, my guilt, my shame. Elvégeztetett. It is finished. Elmúltak. They are past. Mert nincs hatalmuk feletted. They no longer have authority over you. Nem a bűneid húznak vissza, hanem te nem engeded el őket. It's not your sins holding you back. Instead, you're the one not letting go of them. Mert félsz feladni a kontrollt, és ez tényleg félelmetes. Because you might be afraid of giving up control, and it is scary. De szabad lehetnél. But you could be free. Isten vár. God is waiting for you. Kitárt karokkal. With open arms. Csak oda kell fordulnod, és azt kell mondanod, hogy itt vagyok. You just have to turn to him and say, here I am. Hazajöttem. I'm home. Nem érdemlem meg. I don't deserve it. Azt se tudom, mit tegyek. I don't even know what to do. De itt vagyok.
but I am here. Feladom. I just give up. El fogok mondani egy nagyon egyszerű imát. Right now I'm going to say a very simple prayer. És mondd utánam, nyugodtan. And repeat this prayer after me. Mondatról mondatra, ha úgy érzed, hogy ezt te is elmondanád. If you feel like you want to say this, just repeat it after me, sentence by sentence. Ha szeretnél odalépni az Atyához. If you want to go before the Lord. Ha elhiszed, hogy szeret. If you believe that he loves you. Ha elhiszed, hogy van hatalma arra, hogy így félre sodorja a bűneidet és téged megöleljen. If you believe that he has the authority to just take your sins away and embrace you. Ha ezt szeretnéd. If you're longing for this. Akkor imádkozz velem. Then let's pray together. És nem baj, ha még soha nem mondtál ilyeneket. And it's okay if you've never said anything like this before. Nem baj, ha eddig csak átkoztad Istent. It's okay if all you've done before is curse God. Nem baj. It's all right. Most majd mást mondunk. We'll say something different now. Mondd utána. So let's say it together. Istenem, szükségem van rád. God, I need you. Én egyedül már nem vagyok elég. I am no longer enough by myself. És nagyon bánom mindazt a rosszat, amit elkövettem. I am so sorry for all the mistakes I have committed. Azt a sok-sok rosszat. All the many, many evil things. És én egyszer nem tudok jó lenni. And there's no way for me to be good. De lehet, hogy nem is az a lényeg, hogy jó legyek. But maybe it doesn't matter if I'm good. Én elhiszem, hogy te így is szeretsz. Lord, I believe that you love me just the way I am. És elhiszem, hogy értem is meghalt Jézus a kereszten. I believe that Jesus died for me on that cross. És szeretném elfogadni a megváltását. And I want to accept his salvation. És szeretnék egy új életet most már veled. And I want to have a new life with you. És kérlek, hogy legyél velem. And I ask that you would be with me. És hogy fogadj haza. And that you would welcome me home. És szeress. And to love me. Amen. Amen. El fogunk most még énekelni két dalt. We're going to sing another two worship songs right now. És ha elmondtad ezt az imát, and if you have said this prayer, akkor életed legfontosabb pillanatán vagy túl. Then you are just past the most important moment of your life. Ha nem merted elmondani, if you didn't dare to pray this, akkor majd egyszer mondd el. Then take the time later to pray it. Mert Isten vár rád. Because God is waiting for you. És várni fog holnap is, meg a jövő hónapban is, meg 5 év múlva is várni fog. And he will be waiting for you tomorrow, and a month from now, and 5 months from now. De miért várnál ennyit? But why would you be waiting for him? Érdem, hogy
torkát. És minden férfi, minden nő feltárja szétszakadt láncát. Egy nap mindent újjáteszel, új Jézus, egy nap minden sebünkbe for. A régiek mind eltűnnek ott, nincs több könnyed. Ott majd minden értelmet. Minden kérdés választ talál. A gyötrő érzés nem kínoz már, nincs félelem. Együtt mind ott a mellettem, az egész lényünk az öröm járja át, és köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. Színről színre láthatunk már,
Ó Jézus, a megváltásunk teljessé vált. Új létezésre változunk át, lesz egy nap. Mindörökké szabadunk leszünk, ó Jézus, véget ér a szüntelen harc. A dicsőséged feltárul majd, lesz egy nap. Együtt mi ott a mennyben, az egész lényünk az öröm járja át, és köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. That will be, and when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory.